Okay. A következő mai vlogunknak a témája az önkormányzati lakcímbejelentés. Oké, okay, rendben. Szuper! Induljunk ki onnan, hogy itt vagyunk Spanyolországban, van hol laknunk, van egy albérletünk, vásároltunk valamit, ez ilyen szempontból mindegy, van egy lakhelyünk. El kell végeznünk ezek után az önkormányzati lakcím bejelentésünket, hasonlóan, mint Magyarországon is, viszont nem úgy, mint Magyarországon, ugye Magyarországon létezik egy lakcímkártya, elmegyünk a hivatalba, kapunk róla egy kártyaformátumú igazolást, itt az nem így történik, hanem a lakhelyünk szerinti önkormányzathoz, ajuntamientóhoz el kell menjünk, és be kell jelentkeznünk az ottani önkormányzatnál, beregisztrálnak minket a rendszerükbe. Ez egyébként van, ahol azonnal megtörténik, aha, kisebb településeken, vagy minden logika nélkül, akár nagyobbakon is, lehet, hogy eltartat akár egy hétig is, tehát elveszik tőlünk a dokumentációt, ami szükséges, majd beregisztrálnak a rendszerbe, és amikor nekünk szükségünk van igazolásra a mi lakcímünkről, akkor újra el kell mennünk az önkormányzathoz, és ki kell kérnünk egy igazolást arról, hogy nekünk mi a bejelentett lakcímünk. Egyébként ez sok esetben ilyen ügyfélkapuszerűen interneten keresztül is, ha van digitális aláírásunk, meg tudjuk ezeket a dokumentumokat szerezni, ezeket az igazolásokat. És hát, hogy miért van erre szükség? Azért, mert sok olyan ügyintézést tesz a későbbiekben, a mindennapokban, ahol ilyen igazolást kérnek tőlünk, csak hogy egy párat mondjak, mondjuk autóvásárlásnál lesz szükséges lehet, gyerekek iskolai beiratkozásánál szükséges lehet, ez, hogy igazolnunk kell tudni a lakcímünket. Gépjármű kölcsönzésnél is? Gépjármű kölcsönzésnél alapvetően nem. Legalábbis rövid távú bérlésnél nem, de vásárlásnál, gépjármű vásárlásnál, ahogy mondtam, gyerekek iskolai beiratkozásánál. Tehát sok helyen kérhetik tőlünk, sőt, akár a spanyol, ami egy következő témánk, tehát a spanyol rezidencia státusznál is vannak olyan idegenrendészetek, ahol kérik ezt az igazolást, hogy igazoljuk, hogy mi hol lakunk, és ezt fogadják el. Ezt a kiadott önkormányzati igazolást, ez lehet egy certificado de empadronamiento, vagy volante de empadronamiento, most a különbségekben nem megyek bele, mind a kettő. Jó, kétféle igazolást tudnak kiadni a lakcímünkről, ezeket néhol kérik tőlünk bizonyos hivatalos ügyintézéseknél, hogy valamelyiket a kettő közül nyújtsuk be. Nagyon fontos azt is megérteni, hogy attól, hogy spanyol rezidensek lettünk, például van egy rezidens kártya, még nem lettünk az önkormányzathoz bejelentve. És attól, hogy elmentünk az önkormányzathoz bejelentkezni, még nem lettünk spanyol rezidensek. Teljesen két külön ügyintézésről van szó, amit külön-külön el kell végezni. Alapvetően nem nagy dologról van szó, kérnünk kell egy időpontot a helyi önkormányzathoz, bizonyítanunk kell, vagy egy tulajdoni lappal, vagy a szerződés. Így van, tehát mondjuk vásárolt ingatlan esetén, ha miénk az ingatlan, egy tulajdoni lap, vagy egy közjegyző akiratnak a hiteles másolatából tudjuk bizonyítani, hogy miénk az ingatlan, ha pedig bérletben vagyunk, akkor egy albérleti szerződés, kitöltött igénylőlapok, a tulajdonos hozzájárulás, ez különféle módon történhet, van, hogy elég lehet, hogy egy nyilatkozatot kell kitöltsön a tulajdonos, lehet, hogy elég lett tőle csak egy aláírás, de ezt mindenkinek azt javaslom, hogy itt nagyon-nagyon, mint nagyon sok spanyol ügyintézésnél, régiónként, önkormányzatonként, városonként eltérhet, hogy mit mennyire vesznek szigorúan vagy lazán, érdemes előzetesen a lakhelyünk szerinti önkormányzatot felkeresni, és megkérdezni tőlük, hogy milyen dokumentáció szükséges a bejelentkezéshez, adni fognak nekünk egy listát, és azt kell teljesíteni. De általánosságban ez szokott kelleni, mondjuk bérlet esetén egy bérleti szerződés, a tulajdonos hozzájárulása és egy közüzemi számla nagyjából. Van, ahol ezeket kérik, van, ahol nem, de mindenféleképpen járjunk előzetesen utána.